Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Átadták az új mosodát. E területen régiós központtá vált a Békés megyei központi kórház. 500 milliót nyert Okány. 5 sikeres pályázattal oldják meg a legfontosabb feladatokat. Kettős tét a választáson. Fónagy János és Kovács József tartott sajtótájékoztató Csarkadon. Alternatívát kínálnak. Gyulán kampányolt a munkáspárt elnöke, Türmer Gyula. Sokat segíthet a Kora Mentorház. A koraszülésben résztvevő édesanyáknak nyújtanak támaszt. Megsérült a kerékpáros. A biciklis férfi a Kossuth utcai körforgalomban ütötték el. Békés és Csongrád megye 5 egészségügyi intézményének 7 tagkórháza számára biztosítja a tiszta textilellátást a Gyulán üzembe helyezett regionális mosoda. A helyszínen megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, a konzorciumban résztvevő kórházak számára jelentős költségmegtakarítást jelent az új létesítmény. Ez a nap híre. A rendelkezésre álló erőforrások, illetve azok az igények, amit az egészségügyi ellátórendszer igényel, az mindig egymásnak feszül. Egy országban sem volt még olyan állapot, hogy az egészségügyi források maximálisan kielégítették volna az igényeket, mondta el Mészáros János Gyulán az új régiós kórházi mosoda üzembehelyezése alkalmából megtartott sajtótájékoztatón. A gazdasági hatékonyság növelése érdekében fontos az együttműködés az egészségügyi intézmények között, a gyulai létesítmény pedig országos példát mutat ebben. Az állam azt hirdette meg, hogy gondos gazdaként olyan projekteket fog majd támogatni, amelyek az intézmények és az intézmények közötti együttműködéseket kapacitálja, és az intézmények együttműködésében rejlő erőforrásokat kívánja felszínre hozni. Ez Magyarországon, ez a beruházás, aminek az átadó ünnepségén vagyunk, abból a szempontból egyedülálló, hogy 5 intézmény szoros együttműködése és együttes pályázata alapján nyerték el azokat az összegeket, amiből mind a gépek, mind pedig a körülötte lévő infrastruktúra meg tudott valósulni. A sajtótájékoztató után üzemlátogatáson mutatták be a Békés megyei központi kórház gyulai, Szent Háromság utcai telephelyén működő mosodát. Itt Békés és Csongrád megye 7 intézményének 5 tagkórháza számára biztosítják a tiszta textilellátást modern, korszerű eszközökkel. Ez több mint 600 millió forintos beruházás volt. Ettől azért több forrás is jutott még, hiszen az intézmények külön forrásból tudtak még új textíliákat beszerezni, szállítójárművek kerültek beállításra, és ez mind összességében adja azt a megoldást, hogy ettől a hónaptól kezdve az 5 kórház olcsóban tudja a tiszta egészségügyi textíliát előállítani. Ez a beruházás az éves megtakarítások kapcsán mintegy 8 év alatt megtérül, és ez alatt az idő alatt is már az intézmények olcsóban tudnak hozzájutni ezekhez a tiszta textíliákhoz. A gyulai telephely kiválasztásában szerepet játszott az, hogy a konzorciumban résztvevő intézmények közül a Békés megyei központi kórház a legnagyobb, valamint hogy itt már rendelkezésre álltak korszerű berendezések. Először gondolt a kórházi telephelyre, és egy együttműködési pályázat keretében itt látható egy nagy, úgynevezett csőmosógép. Kaptunk egy 350 millió forintos gépet ennek a pályázatnak egy TIO pályázat keretében. Utána a régi mosodában ezt nem lehetett elhelyezni, így hát a géphez kellett kiegészítő tartozékokat és kellett egy új mosodát építeni. Ez is bizonyos önerő és pályázati forrásból valósult meg. A modern, korszerű technológiával működő régiós mosoda nagymértékű költség megtakarítást fog jelenteni a két megye kórházai számára. 5 pályázattal összesen közel 500 millió forintot nyert Okány az elmúlt hónapokban. A településen korszerűsítik a bel- és szennyvízelvezető rendszert, ipari területet és bölcsödét alakítanak ki, illetve felújítják a művelődési házat. Sikerült 100%-os támogatási intenzitás sikerült elérni. 100%-os támogatás mellett oldják meg Okányban az évek óta húzódó szennyvízberuházást, így a költségek nem terhelik a települési büdzsét, jelentette be a napokban megtartott tájékoztatón Poszt Imre, a falu alpolgármestere. Az eseményen 5 olyan pályázatról esett szó, melyek meghatározónak mondhatók a község számára. Kovács József országgyűlési képviselő a település jövője szempontjából különösen fontosnak nevezte a bölcsőde létrehozását. Ezek az úgynevezett bölcsődei
programon kezdtem is csinálunk ilyet, ezt úgy hívják, hogy mini bölcsöde, ami azt jelenti, hogy a gyerekeket, ezeket a nagyon pici gyerekeket ne kelljen a településről elvinni, sehova, hanem itt helyben megfelelő körülmények között tudják ugye a szülők elhelyezni. Szívos László polgármester kiemelte, összesen 500 millió forint értékben valósíthatnak meg 5 különböző projektet. A település számára különösen fontos, hogy ezekhez nem, vagy csak minimális mértékben kell önerőt biztosítaniuk. A bel- és a szennyvíz program mellett egy ipari területet is kialakítanak. Arra ugyan már csak a település megközelíthetősége miatt sem számítanak, hogy nagyobb vállalatok szeretnének itt megtelepedni, abban viszont bíznak, hogy létrejöhet 10, 20 vagy akár 30 munkahely. 2017 évre rengetegféle értelemben gondolhatunk. Én most itt jelen esetben és jelen helyzetben és jelen pillanatban elsődlegesen arra szeretnék gondolni és arra célzok, hogy több pályázatot nyertünk el ebben az évben, mint az előtti 2-3 év, vagy több év alatt. Az eseményen elhangzott, a tájékoztató fórumnak otthont adó művelődési házat is rendbehozzák, és korszerű technikai eszközökkel látják el. Kettős tétje van az idei választásoknak, mondta el Fónagy János parlamenti államtitkár kedden délután a Sarkadi Lakossági Fóruma előtt megtartott sajtótájékoztatón. Április 8-án egyrészt eldől az, hogy sikerül-e megőrizni az elmúlt évek eredményeit, hosszabb távon pedig a magyar kultúra megmaradása a tét. A parlamentnek a legtöbb válaszát ő adta meg az elmúlt 8 évben a felmerülő kérdésekre. A parlament legaktívabb államtitkára, Fónagy János érkezett kedden Sarkadra lakossági fórumot tartani Kovács József, a választókerület fideszes képviselője meghívására. Az esemény előtt megtartott sajtótájékoztatón az első Orbán kormány közlekedési minisztere az április 8-ai választások tétjéről beszélt. Fónagy János szerint a 2018-as voksolás sorsdöntő Magyarország jövője szempontjából, mint ahogy az elmúlt évtizedek választásai is alapjaiban határozták meg az ország sorsát. Az elmúlt évtizedekben mindig fontos volt a választás. Fontos volt a rendszerváltás alatt, fontos volt utána, fontos volt és számunkra rendkívül tanulságos 2002, amikor ma is úgy gondolom, hogy egy jól végzett 4 éves kormányzat, jól és sikeresen végzett 4 éves sikeres kormányzati munka után váltunk meg a kormányzás tisztségétől, és fontos volt 2010, amikor egy 8 év alatt tönkretett országot kaptunk vissza. Fónagy János azt mondta, az idei választásnak kettős tétje van. A belpolitikai tét az, hogy a jobboldali kormány meg tudja őrizni az elmúlt 8 év eredményeit, a külpolitikai pedig az, hogy sikerül-e megőrizni az 1000 éves magyar kultúrát. Nem csak a kormánypártokkal, hanem az ellenzékkel elégedetlenek számára is alternatívát kínál a Munkáspárt, jelentette ki Türmer Gyula elnök Gyulán. A szervezet egyéni képviselőjelöltet itt ugyan nem tudott állítani, de országosan ez 57 helyen sikerült nekik. Békés megyei körútjának részeként kedd délután Gyulán a posta előtt tartott sajtótájékoztatót Türmer Gyula. A Munkáspárt elnöke azt mondta, azok számára kínálnak alternatívát, akik nem csak a kormánypártokkal elégedetlenek, hanem az ellenzékkel is. Mi választási lehetőséget kínálunk az embereknek. Azt látjuk, hogy nagyon sokan vannak, akiknek nem tetszik a mostani kormány. De legalább ennyien vannak olyanok, akiknek nem tetszik az ellenzék. Úgyhogy mi azt javasoljuk, hogy akinek se ez nem tetszik, válassza a Munkáspártot. A Munkáspárt 57 egyéni országgyűlési képviselőjelöltet állított. Ez a szám közel a duplája a 4 évvel ezelőttinek. Gyulán nincs jelöltjük, így csak listán lehet szavazni rájuk. Programjukkal kapcsolatban Türmer Gyula azt mondta, a legtehetősebbeket terhelnék meg egyszeri rendkívüli mértékű adóval. A Munkáspárt különbözik minden más párttól. Mi vagyunk az egyetlen párt, amely azt írja az zászlajára, fizessenek a gazdagok. Az ország nem csak abból tudja a polgárait jobb körülményekkel ellátni, hogy a gazdaság fejlődését rendelkezésére bocsátja. Azoktól kell elvenni a pénzt, akiknél van. Milliárdosoktól, a szupergazdagoktól. Ezért mi azt mondjuk, legyen egyszeri 45%-os vagyonadó. Az eseményen elhangzott, a párt programjában nagy teret szentel az ifjabb generációknak. Számos olyan intézkedésben gondolkodnak,
mely a fiataloknak kedvezne. Nagy segítséget jelent a koraszülésben résztvevő édesanyák számára a Gyulai Koramentorház. A három témában elhangzott a működést az elmúlt hónapokban megkezdő szervezet az egész megyében támaszt jelenthet a rászorulók számára. A célunk a koraszülötteket nevelő családok támogatása. Azokon a családokon szeretnének segíteni, melyek koraszülött gyermeket nevelnek. Röviden így foglalható össze a Gyulai Koramentorház legfontosabb célkitűzése. A három témában a szakemberek arról beszéltek, hogyan és milyen támaszt tudnak nyújtani az érintetteknek, elsősorban az édesanyáknak. Már a veszélyeztetett várandósokat megkeressük, már velük felvesszük a kapcsolatot a szülészeti nőgyógyászati osztályon. Ott már feltehetik a kérdéseiket, tudunk arról beszélgetni, hogyha mégis megtörténik a koraszülés, akkor milyen lehetőségeik vannak, miben tudjuk őket támogatni. Illetve a már koraszülött csecsemőt nevelő családokkal is felvesszük a kapcsolatot, már az anyaszálláson megkeressük őket. A Koramentorház munkatársai elsősorban lelki támogatást nyújtanak, tanácsokat adnak, de néha egészen hétköznapi problémákra kell megoldást találniuk. Magyarországon 100-ból körülbelül 8 gyermek érkezik korábban. Az ellátórendszer leginkább őrájuk van felkészülve. Az ellátórendszerünk kimondottan a gyerekekre van felkészülve, és a család kevésbé van szem előtt. És mi arra próbálunk hangsúlyt fektetni, hogy egy komplex támogatást tudjunk nekik tanácsadásokkal nyújtani, hogy ők, mint szülők, mint család, együtt tudjanak működni, és a kompetenciájuk fejlődni tudjon. Bár a Koramentorház csak idén januárban kezdte meg működését, az itt dolgozó szakemberek munkája máshol is érezteti hatását. A szakemberek bár bejárják a koraszülött intenzív osztályt, a anyaszállás, illetve szülészetet, és nagyon sok hasznos információt tudnak adni nekünk az anyukák állapotáról, a igényeikről, hogy mibe tudunk segíteni. Ez egy nagy segítség kézen fogva együtt a családokért, a koraszülöttekért. A program egy pályázat segítségével indult el, az első 3 év működési költségeit ebből a forrásból fedezik. Súlyosan megsérült az a kerékpáros, akit Gyulán ütött el egy autós. A Kossuth utcai körforgalomban kedden reggel történt a baleset. Gyomaendrődön 2 baleset is történt, az egyik esetben súlyos, a másikban könnyen sérült meg egy ember. Új korszak kezdődhet a megyei felzárkóztatás politikában, hangzott el egy keddi Békéscsabai konferencián. Rövid hírek következnek. Felzárkóztatás politikai együttműködések támogatása Békés megyében címmel nyújtott be támogatási kérelmet a megyei önkormányzat 2017 nyarán. A projekt célja, hogy olyan megyei koordináció, kommunikáció jöjjön létre, amely korábban a felzárkózás politikában nem volt jellemző. A kedd délelőtti projektnyitó rendezvényen elhangzott. A 2010 utáni időszakban a gyakorlat, hogy települési majd járási szinten születtek felzárkóztatás politikai programok. A megyei szintre emelés viszont lehetővé teszi, hogy többek között a kormányhivatali bizottságokat, a települési önkormányzatokat, civil szervezeteket, illetve egyházakat megyeszerte bevonják az ilyen fórum szervezetbe. Ezek a szervezetek a feltárt problémákra intézkedési javaslatot tehetnek. Célcsoportnak elsősorban a mély szegénységben élők, a gyerekek, a romák, a fogyatékkal élők, a nők és az idősek számítanak. Az eseményen elhangzott, 2010 óta sok uniós forrás érkezett Magyarországra, többek között esélyegyenlőségi célú projektekre. A tapasztalatok szerint a helyi, illetve járási esélyegyenlőségi programok a problémák egy részét kezelni tudták. Vannak viszont olyan problémák, melyekre csak egy megyei szintű szervezet tud megoldást kínálni. Nem egy szokványos 4 éves országgyűlési választás. Nagyobb a tétje az április 8-ai országgyűlési választásnak, mint a korábbiaknak, mondta a hétfő esti Zsadányban rendezett lakossági fórumon Hoppál Péter. A kultúráért felelős államtitkár Kovács József országgyűlési képviselő meghívására érkezett a településre, ahol arról beszélt, az elmúlt időszak kormányzati munkájának köszönhetően a nehezebb sorsú térségekben is tapasztalható fejlődés. Hoppál Péter azt mondta, az elmúlt években a családtámogatás terén hozott intézkedések
az adócsökkentés és a gazdasági fejlődés lehetővé tették a családok számára az anyagi megerősödést. Úgy fogalmazott, egy alapvetően stabil, egy szempontból mégis törékeny biztonság ez, ugyanis vannak az országban olyan politikai erők, melyek más célokat helyeznek előtérbe. Óriás testű, indiai, amerikai eredetű bráma kakasokat és jércéket hozott a szombati, gyulai bőrzére a vésztői Mucsi László. Ezek a sokféle színárnyalatban pompázó, méretes állatok minden vásárban felkeltik a látogatók érdeklődését. Húsvéthoz közel sok árus hozott ki nyulakat. A pannonfehér egy különleges, magyarországi tenyésztésű albínó fajta. Szemei pirosak, szőrzete fehér, még a karmai is pigmentmentesek. A pannonfehér még a nyulak között is szapora fajtának számít. Az elmúlt években felfelé ívelnek a kisállatbőrze látogatottsági mutatói. Korábban ugyan volt egy erősebb lejtmenet, de úgy tűnik a trend megfordult, és egyfajta reneszánszát éli a kisállattenyésztés. A következő kisállatbőrzét Gyulán ősszel rendezik meg. Mondja, a férfiaknak sokkal nagyobb a szexuális igényük, mint a hölgyeknek. Ez általában igaz, mégis vannak különbségek. Tehát találkozunk olyan házaspárokkal, ahol a hölgynek van nagyobb igénye. Ez sem sokkal könnyebb helyzet, mint amikor fordított helyzettel állunk szembe. Szexuális zavarok egy kapcsolatban. A Nem vagy egyedül című műsorban Szicsek Margit pszichológus erre a helyzetre ad tanácsot. A műsorban a szakember arra a kérdésre próbálja megadni a választ, hogy hogyan lehet felkészülni a kialakuló helyzetekre. A problémákban közrejátszhat az éppen aktuális hormonszint, a leterheltség, valamint a stressz. A műsorban szexuális problémák mellett szó volt arról is, hogy a statisztikák szerint egyre többen vannak olyanok életkortól függetlenül, akik a szexualitásban nem találnak örömöt. A nők esetében ez az érték 20-35, míg a férfiak esetében pedig 1-16%. Szicsek Margita Nem vagy egyedülben kiemelte. A kapcsolatokban fontos a testi higiéniára odafigyelni, hiszen ez az egyik ok, amely a legtöbb esetben zavaró lehet a másik fél számára. Az egyik legismertebb amerikai spirituálé is elhangzott a Házhoz megy a zenede című interaktív zenés előadáson a Várszínház kamaratermében. Az eseményen Bordás József beszélt gyulai általános és középiskolás diákoknak a könnyű zene kialakulásáról és fejlődéséről. A dobost a Finucci Brothersből ismert Balogh Roland és Balogh Zoltán kísérte gitáron és zongorán, a dalokat pedig Farkas Zsolt, az Énekiskolája című tehetségkutató győztese énekelte. Az előadás során a diákok megtudhatták, hogy a mai könnyű zenei stílusok alapja azoknak az afrikai embereknek a zenéje, akiket évszázadokkal ezelőtt Amerikába hurcoltak rabszolgának. Az ő népzenéjükből és munkás dalaikból alakultak ki a himnikus spirituálék és a gospel. Az egész 20. század könnyű zenéje, a körül a tűzkörül kezdődött. A munkadalokból, és az Istenhez való imádkozáshoz. A 20. század elején a blues vált népszerűvé a rabszolgaság alól már felszabadított afroamerikaiak körében. A könnyű zene fejlődésében meghatározó volt Louis Armstrong, aki az addig elsősorban katonazenében használt dobot is beépítette a zenéjébe, így létrejött a jazz és a swing. A zenés illusztrációk mellett Farkas Ágnes és Ponyó Sebastian a különböző korszakokhoz kötődő táncokkal tette még átélhetőbbé a diákok számára Bordás Józsefék zene történeti kalauzát. Bár az időjárás még a téli arcát mutatja, a héten elkezdődött a csillagászati tavasz is. A legtöbb házban ilyenkor nagy takarítást végeznek. Van, aki egy egész napot vagy hétvégét szán a nagy takarításra, mások folyamatosan végzik el a teendőket. Önöknél szokás a tavaszi nagy takarítás? Igen, szokott. És ilyenkor milyen munkákat végeztek el? Hát ablakot takarítunk, ugye porszívózunk, ugyanúgy függönyt mosunk, akkor csöveket. Na és idén már túl vagytok a... Még nem. Igen. És ez egyébben a legnagyobb takarítás, vagy... Nem, hát máskor is van. Természetesen. Túl is vagyok rajta. Már túl vannak rajta? Igen. És ilyenkor milyen mértékű a takarítás? Teljes. Padlástól a pincéig. És ez az évben a legnagyobb ilyen takarítás, vagy máskor is? Évente kétszer-háromszor. Rendben, és ilyenkor elpakolják a téli holmikat is? Hát most még nem sikerült. Előmaradtak, de igen, általában igen. Persze, igen. És már túl vannak ilyen rajta, vagy még? Hát még nem.
még most hideg van. És ilyenkor ez szépen a legnagyobb takarítás, vagy máskor is más évszakokban is szoktak ilyet? Ja, ősszel is, télen is ősszel. És ilyenkor miket végeznek el, mikor a legfontosabb? Hát az ablaktakarítás, meg minden nagyobb szekrény tetejéneket. Megélénkült a madárvonulás a napokban. Lapszemle következik. Megélénkült a madárvonulás. Az utóbbi napokban jelentősen megélénkült a madárvonulás a délalföldi tájakon, írta a kmnp.hu. A leggyorsabb változások a biharugrai halastavak környékén figyelhetők meg, ahol a jég elolvadása után szinte robbanásszerűen beindultak a vízi madarak. Emlékműsor aranyról. Az arany emlékév zárásaként tartottak irodalmi estet Békésen. A békési újság arról számolt be, az eseményen felidézték Arany János életének, munkásságának fontosabb állomásait. Iskola látogatás Dévaványán. Foglalkoztatási szakemberek tettek látogatást a helyi középiskolában, írta a Békési Járások. A látogatás során az iskola végzős tanulói számára nyújtottak tájékoztatást az ifjúsági garancia rendszerről. Csépáról a pápához. Hímes tojást és szobrot visznek magyar zarándokok Ferenc pápának, írta a Magyar Kurír. A Szolnok megyei Csépa zarándokai húsvéti hímes tojást, sonkát és egy faragott Szent József szobrot visznek a Szent Atyának. Csütörtökön is marad a hideg, de már érezhető lesz az enyhülés, pénteken többször kisüt a nap. Csütörtökön az ilyenkor megszokottnál jóval hidegebb, de már tartósabban napos, száraz, kellemesebb időre van kilátás. A hőmérséklet az éjszakai mínusz 4 fokról délutánra plusz 3 fokig emelkedik. Pénteken vékonyodik a felhőtakaró, délután a nap is kisüt, tovább enyhül az idő. A hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Átadták az új mosodát. E területen régiós központtá vált a Békés megyei központi kórház. 500 milliót nyert Okány. 5 sikeres pályázattal oldják meg a legfontosabb feladatokat. 2 tét a választáson. Fónagy János és Kovács József tartott sajtótájékoztatót Sarkadon. Alternatívát kínálnak. Gyulán kampányolt a munkáspárt elnöke, Türmer Gyula. Sokat segíthet a koramentorház. A koraszülésben résztvevő édesanyáknak nyújtanak támaszt. Megsérült a kerékpáros. A biciklis férfi Takosút utcai körforgalomban ütötték el. A Gyula TV híradóját látták, most a 3 téma következik. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon is. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!